A Stockholm külvárosában élő Eva Ladberg tyúkokat tenyészt és növényeket termeszt, valamint raktárkészletet halmozott fel. Úgy véli, hogy hamarosan bekövetkezhet valamilyen katasztrófa, amelyre fel kell készülnie. A svéd hatóságok szerint egyre növekszik azoknak a száma, akik félnek egy közelgő háborútól. Eva még egy olyan rádiót is beszerzett, amely napenergiával működik, és ha szükséges, akár zseblámpaként is használható. Kedden a svéd civil katasztrófa védelmi ügynökség ahhoz hasonló brosúrákat mutatott be, mint amilyeneket a II. Világháború idején is osztogattak a lakosságnak Svédországban. Az ügynökség igazgatója szerint a svédek igényelnék, hogy felkészítsék őket egy vészhelyzetre. Több vizsgálatot is végeztünk fókuszcsoportokon, amelyek világosan jelezték, hogy a Svédországban élők segítséget várnak ahhoz, hogyan készüljenek fel a lehető legjobb módon egy potenciális válsághelyzetre. Tanácsokat várnak az élelemről, a vízről, az áramról, a kommunikációról. A svédek a felmérések szerint egy Oroszországgal való konfrontációtól tartanak. Csak nem 5 millió svéd háztartásba küldték ki a 20 oldalas kiadványt, amely komoly balesetekre, extrém időjárási körülményekre, kibertámadásokra vagy a legrosszabbra, egy háború eshetőségére készíti fel az embereket.